Sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Elérkezett megint az új hold. Az az időszak, amikor érdemes ránézni arra, hogy mi az az új, amit el szeretnénk indítani az életünkben. Energetikailag nagyon jó időszak arra, hogy megtervezzük, illetve, hogyha már terveztünk eddig valamit, akkor el is indítsuk a gyakorlatban a megvalósítást. A teremtésre nézünk most rá ebben a videóban. Mi az, amit üzen a tarókártya, a tündérek, a szerelem angyalai, illetve segítő kártyát is húztam. A vágyak, célok megvalósításához. Mi az, amit most legfontosabb üzenetként a tudomásunkra akarnak hozni az égi világnak a mi az, amit most a leginkább a tudomásunkra akar hozni az égi világ? Milyen segítséget tudnak nekünk nyújtani? Mielőtt elkezdjük, szeretném megköszönni nektek a sok feliratkozást, a figyelmeteket, azt, hogy követitek a munkámat. Nagyon hálás vagyok érte. Ha még nem iratkoztatok föl, akkor szeretném kérni is, hogyha tetszenek a videók, ha hasznosnak találjátok, akkor iratkozzatok föl itt a videó alatti feliratkozás gombbal. Ezek általános iránymutatások, azt vedd belőle figyelembe, ami úgy érzed, hogy a te jelenlegi élethelyzetedhez rezonál. Ha olyan kártyát választottál, olyan kártyacsomagot, ami nem igazán neked szól, akkor érdemes végighallgatni a többit is, mert soha nem véletlen az, hogy mikor találsz meg egy ilyen videót. Mindig lehet a számodra valami fontos, ami közlendő, amiről tudomásod kell, hogy legyen. Lehet, hogy ez csak egy-egy mondat, de azt viszont tudod hasznosítani. Hogyha úgy érzed, hogy nem neked szól, akkor viszont engedd el. Ha egyéni iránymutatást szeretnél, ha részleteket szeretnél, ami személyre szabott és neked szól, akkor a videó alatti e-mail címen, vagy pedig a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Facebook oldalon, Messengeren keresztül tudsz engem megkeresni, és tudunk időpontot egyeztetni. Most áprilisban kedvezményesen vehettek igénybe többféle szolgáltatást, itt a videó alatt is le van írva, vagy a Facebook oldalon is tudtok róla tájékozódni. Theta Healing konzultációt is lehet kérni, ha úgy érzed, hogy elakadtál, blokkok vannak benned, vagy nem úgy haladnak a dolgaid, ahogy szeretnéd, és erre szeretnél ránézni, ennek az okait szeretnéd látni, illetve feloldani, akkor Theta Healing konzultációra is várom sok szeretettel a jelentkezéseteket. Hogyha írtok nekem, akkor türelmet szeretnék kérni, nem mindig sikerül azonnal válaszolni, de a lehető legrövidebb időn belül igyekszem azért mindenkinek választ küldeni a kérdésére, illetve időpontot is egyeztetni. Akkor nézzétek meg ezt a három kártyacsomagot, és kicsit csendesedjetek el, gondoljatok azokra a tervekre, célokra, amiket kitűztetek magatok elé, amiket szeretnétek megvalósítani, és azután pedig választhatok egyet a kártyacsomagok közül. És akkor kezdjük is el az első kártyacsomaggal. Mi az, ami most fontos lehet a számodra, most új hold kapcsán, az új megteremtése, illetve elindítása kapcsán. A nap kártyája jött ki, ami az egyik legszebb nagy árkánum lap. A nap az mindig az élet napfényes oldalát jelenti, illetve a megújulást. A nap is minden este lenyugszik, illetve reggel pedig fölkel, és gyönyörű pompájában ragyog egész nap. Ezt a fajta megújulást is jelképezi ez a kártya. Aztán azt is, amikor valamilyen
új rendszer szerint élünk, megújulunk egy rendszer szerint, hiszen hát azért kiszámítható módon mozognak a nap is, illetve a többi égitest is körülöttünk. Tudjuk pontosan, hogy mikor kell, mikor nyugszik, tehát valamiféle új rendnek a kialakulása is lényeges lehet most abból a szempontból, amit te meg szeretnél teremteni. Tevékenységet is jelent, cselekvést is jelent, mindig azt javasolja a kártya, hogy amit tőled telik, azt meg kell tenni. Az egyes szám az a kiáradó férfias energiát is jelképezi, mint ahogy maga a nap, mint égitest, az is férfias energiát jelképez. A cselekvésnek mindig ott kell lennie az elképzelések mellett. A szeretet az életnek a szép oldala, illetve a kikapcsolódás és a munkának az egyensúlyára is felhívja a figyelmet. Amit most meg szeretnél teremteni, az most teljesen új életszakaszt tud megvalósítani. Egy valamilyen szinten egy újjászületést tud megvalósítani a te életedben. Felhívja a figyelmet arra, hogy ne csak görcsösen a teremtésre fókuszálj, hanem éld is meg a jó oldalát. Tehát amit már sikerül megvalósítani, azt tud élvezni is. Van egy olyan bölcsesség, hogy az utat is élvezni kell, a célhoz vezető utat is élvezni kell, hiszen amikor megvalósul valamilyen cél, az csak egy nagyon pici része az életünknek. Lehet, hogy nagyon sok az oda vezető út, amit megteszel érte, és hogyha az az út az csak killódás, és nagyon nehezen viseled, és nagyon nehéz végigmenni az úton, akkor az nem biztos, hogy a te utad. Tehát azt is nézd meg, hogy amit célt kitűztél magad elé, az ténylegesen ezt a fajta örömöt tudja hozni neked, amit a nap kártyája jelképez. Meg tudsz-e újulni benne, és tudod-e élvezettel véghez vinni azt, amit elterveztél. A tündérek üzenete általánosságban: bízz az intuíciódban. A tündérek ezzel azt üzenik, hogy mindig hallgass a megérzéseidre. Az intuíciónk az nagyon jól tud vezetni abban az esetben, hogyha meghalljuk és tudjuk értelmezni azt a halk belső hangot. Hogyha valami történik, bármilyen esemény vagy döntést kell hozni, vagy találkozol valakivel, egy olyan emberrel esetleg, akit még nem ismersz, akkor az első gondolat, ami fölmerül benned, általában az az intuíciónak a hangja. Az a megérzés. Aztán biztos voltatok úgy vele, hogy éreztétek, hogy valamit hogyan kellene megtenni, de mégsem úgy tettél, mert úgy gondoltad, hogy a logikus észérvek azok ellent mondanak neki, és aztán utána pedig rájöttél, hogy pedig érezted, hogy hogy kellett volna, és mégsem úgy tettél. Hát most ebben az időszakban itt, ami újholdkor most elkezdődik, és az új megteremtésével kapcsolatos, nagyon lényeges, hogy figyelj befelé. Ezzel a kártyával a tündérek azt is üzenik, hogy nem kell megbeszélni mással, benned vannak azok a válaszok, amik el tudnak vezetni ehhez a megújuláshoz, ehhez az újjászületéshez, amit a nap kártyája mutat. Amikor az intuíciót figyeled, az mindig egyfajta befelé fordulással jár, egyfajta elcsendesedéssel jár. Amikor zaj van körülöttünk, amikor járnak a gondolataink, akkor az intuíció nem tud megnyilvánulni. Akkor nem tudunk ráhangolódni a megérzéseinkre. Tehát ennek az időszaknak azért az is feladata, hogy kapcsolódj ki, mint ahogy a napkártyájában is benne van. Pihenj sokat, figyelj befelé, meditálj sokat, olyan tevékenységeket végez, amik fel tudnak tölteni, és akkor rá tudsz hangolódni az intuícióra. A szerelem angyalainak üzenete erre az időszakra: fejezd ki a szeretetedet. Hogyha a szerelemmel kapcsolatban szeretnél valamit megvalósítani, vagy a párkapcsolatodban,
Akkor ezek a kártyák itt azt mondják, hogy ne csak a megérzéseidre, az érzéseidre hallgass, hanem mutasd is ki a szeretetedet. Hogyha magadban tartod az érzéseidet, hogyha nem tudod kimutatni, hogyha nem tudod kifejezni az érzéseidet, akkor most ezen a területen nem tudsz előrelépni. Ha párkapcsolatban élsz, akkor ez a kártya azt mutatja, hogy ez a fajta megújulás, ez úgy tud létrejönni, hogyha beszélsz az érzéseidről, ha kimutatod az érzéseidet, ha nem rejted el az érzéseidet. Ez nem csak a pozitív érzésekre vonatkozhat, ez a negatív érzésekre is vonatkozhat, azt is ki lehet fejezni építő módon. Nem a támadással, a veszekedéssel, én közlésekkel, asszertív kommunikációban, amikor azt mondod el a társadnak, a párodnak, hogy te mit érzel azzal a helyzettel, azzal a szituációval kapcsolatban, és hogy te mit tudnál ennek érdekében tenni, és ezt hogyan tudnátok megoldani. És nagyon sok mindenre lehet itt megoldást találni ilyen módon. Természetesen a pozitív érzéseket is érdemes kifejezni, mert ez mind megerősítése a kapcsolatnak. Hogyha még nincsen párod, akkor ez azt jelentheti, ha esetleg már van olyan személy a környezetedben, vagy van olyan, akire gondolsz, hogy ott lehetne abból kapcsolat, akkor is nyílj meg felé. Mondd el az érzéseidet, legyél nyitott felé. Az is az újnak a megszületését tudja hozni. Hogyha pedig egyáltalán nincs még a környezetedben olyan, akivel létrejöhetne egy párkapcsolat, ez azt mutatja, hogy magaddal légy őszinte, hogy vizsgáld meg az érzéseidet, hogy mi az az új, amit be szeretnél hozni az életedbe, milyen kapcsolatot szeretnél, vagy szeretnél-e alapból egy párkapcsolatot, és azután pedig hallgass a megérzéseidre, és az felé menj. Ez lehet az is, hogy az úgy válasz társat, hogyha esetleg van már több jelölt is, vagy több elképzelésed is van, hogy hogyan kellene megtalálni azt a párt, akkor hallgass a megérzéseidre, és arra felé menj, amerre a megérzéseid visznek. És ezt mindig úgy tedd, hogy figyelj oda az érzéseidre. És akkor a napi segítő kártya ehhez: áramlásban vagyok, ez a megerősítése, a megerősítő mondata ennek a kártyának. Az áramlás az, amikor igazából jól érezzük magunkat az itt és mostban. Ez a flow élményének szokták nevezni a pszichológiában, amikor teljes mértékben tudjuk élvezni azt, amit éppen megélünk. Hogyha a múltban vagyunk, és szomorúak vagyunk a múlt történései, csalódásai miatt, hogyha a múltban nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna, akkor az a jelenben ugye szomorúságot okoz, holott a múlt már elmúlt, tehát teljesen felesleges azon rágódni, hogy mi volt. Ha a jövőbe vagy, hogy mit szeretnél elérni, és azon aggódsz, hogy azt nem fogod tudni elérni, akkor megint csak a mostban megkeseríti a létet. Olyan, ami még meg sem történt, csak feltételezett, hogy mi lesz, ha rosszul alakul, mi lesz, hogyha nem tudod megtenni azt, amit tervezel, és akkor már nem vagy ebben az áramlásban. Az áramlásban lenni azt jelenti, amikor élvezed azt, ami most van. És akkor elengeded a múltnak a sérelmeit, a csalódásait, és elengeded azt is, hogy elvárásaid legyenek a jövőre. Azt nem azt jelenti, hogy ez most teljes mértékben sodródni kell az árral tehetetlenül, hanem azt jelenti, hogy a lehető legjobbat kihozni a mostból. És valahol a napkártyája is ezt jelenti, amikor áramlásban vagyunk, amikor jól érezzük magunkat. Az áramlás élmény az egy nagyon csodálatos érzés, olyan tapasztalás, amikor igazából azt érzed, hogy éled az életedet, hogy élvezed azt, ami éppen történik.
És hogyha ebben a fajta érzelemben vagy, akkor sokkal előbb el tudod érni a kitűzött célt, és ehhez kell az a pozitív érzelmi állapot, amit ez az érzés jelent. Ha minél jobban el tudod engedni azt, hogy kontrollálni szeretnéd az eseményeket, hogy kézben szeretnéd minél jobban tartani, annál jobban tudod élvezni ezt az áramlásban létet. Minél jobban elhiszed azt, hogy az út is lehet könnyed, és hogy el tudod érni azt, amit szeretnél, annál jobban tudod érezni magad a célhoz vezető úton. Amikor valamilyen szinten rábízod magad az univerzumra, a történésekre, az, hogy nem te akarsz mindent percről percre kontrollálni, akkor egyre nagyobb szabadságot tudsz saját magadnak adni. Egyre jobban tudod élvezni azt az utat is, amin végigmész addig, amíg megteremted ezt az adott dolgot, amit szeretnél. És hogyha azt éreznéd, hogy nem vagy igazán ebben az áramlásban, akkor el is ismételheted magadban, mint egy mantrát is ismételheted azt, hogy áramlásban vagyok. És akkor ez mindig eszedbe fog juttatni, eszedbe fogja mindig juttatni, hogy olyat kell tenni, olyan tevékenységeket kell választani, ami segít ennek az energetikai állapotnak a kialakításában, illetve a fenntartásában. Ez volt az első kártyacsomag. Nagyon szép teremtéseket kívánok nektek, és beteljesülő álmokat is. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Nézzük a második kártyacsomagot. A legfontosabb tudnivaló most az újnak az elindulása kapcsán, aki a kettes választotta, ez az akasztott ember lapja. Az akasztott ember az mindig egy megrekedt állapotra hívja fel a figyelmet, illetve arra, hogy a gondolkodásunkon érdemes lesz változtatni. Fellógatva van ez az ember. Annak ellenére, hogy fellógatva van, egy ilyen nagyon elegáns, mint egy táncmozdulat, úgy tartja magát, illetve hát ott a keze között, itt a szívénél valamiféle fény is van. Tehát ebben a fajta állapotban azért nem lehet túl sokáig ellenni, tehát ebből ki kell lépni, de meg kell találni a módját. Van, amikor ebből a helyzetből egyedül nem is olyan könnyű kiszabadulni, tehát meg kell keresni, de mindig a gondolkodásra hívja fel a figyelmet, mindig a gondolkodásunknak az átállítására, mert azzal lehet megtalálni a módját, hogy ebből a fajta állapotból ki lehessen lépni. És ez mindig saját magunkon múlik. Tehát az akasztott ember az mindig vezeti a gondolkodása arra felé, hogy ki tudjon lépni. De ez a fajta gondolkodás, ez mindig egy ilyen 180 fokos fordulatot igényel, hogy átfordítsd, hogy a régi nézőpontokat megnézd, hogy azok miért voltak a hasznodra, és most pedig miért tartanak ilyen fogságban. Ez megrekedt helyzetet mutat ez a kártya, tehát valamilyen szinten, akik ezt választották, ott lehet egy olyan, amikor azt érzed, hogy a külső körülmények miatt nem tudsz lépni. De mindig ott van a megoldás, még hogyha nehezített is. Általában ez a kártya ilyen önként vállalt áldozat szerepet mutat, vagyis nem kényszerítik ránk ezt a fajta cselekvést, amit csinálunk, vagy éppen ugye nem teszünk, mert hát ez azért eléggé egy ilyen megrekedt helyzetet mutat, hanem ezt önként tesszük, önként áldozatot hozunk azzal, hogy nem azt tesszük, ami nekünk jó lenne és előre vinne, hanem egy olyan állapotban vagyunk, ami igazából nem jó, és ki kéne belőle mozdulni, csak rabnak
érezzük magunkat, vagyis a körülmények rabjának érezzük magunkat. Tehát első az, hogy nézd meg, hogy neked melyik életterület az, ahol így érzed magad, ahol kötöttségben, függőségben érzed magad, és ott nézd meg a nézőpontjaidat erről az egész helyzetről, hogy mit gondolsz róla, és minden egyes pontját, amit gondolsz erről a helyzetről, kérdőjelezd meg, hogy ez valóban így van-e. Hogy ez még valóban előre visz-e, hogyha így gondolkodsz továbbra is erről a dologról, vagy pedig, hogyha ellenkező nézőpont alapján, ellenkező szempontok alapján ránézel arra az adott szituációra, akkor az hozhat-e neked valami mást. Az biztos, hogy váltani kell. Szükséges. Mert sokáig ebben a helyzetben nem lehet benne lenni, és most főleg a teremtésre húztuk, hogy mit kell tenned az érdekében, amit meg szeretnél valósítani, és hát itt az az első, hogy kilépni ebből a helyzetből. Akkor tudsz majd változtatni, hogyha először kilépsz ebből. És ugye a 180 fokos fordulat, ha itt megnézzük, itt látszik, hogy minthogyha táncolna, tehát itt teljes mértékben, ugye, hogyha átváltoztatja a gondolkodást, akkor már itt a szívében ott azt a fénygömböt fogja. Hát ez is ugye azt szimbolizálja, hogy elsősorban változtassa gondolkodásodon, és az fogja hozni majd azt a fajta megvilágosító erejű ötleteket, gondolatokat, amivel először is ki lehet lépni ebből a fajta állapotból. Ehhez a tündérek üzenete az elengedés. Ez annyit tesz hozzá ez a kártya, hogy nézd meg, hogy mi az, amit el kellene engedned, és esetleg még ilyen módon ragaszkodsz hozzá. Olyan helyzet lehet ez, ami egyrészt önként vállalt, másrészt pedig bizonyos mértékig te is ragaszkodsz hozzá, és általában itt azért mindig tudjuk, hogy ez nem olyan jó helyzet, tehát hogy ez nem jó nekünk. Ez lehet egy méltatlan helyzet egy párkapcsolatban, vagy egy olyan munka, ami visszahúz, ami nem igazán a tiéd, mint áldozat éled meg, és itt a tündérek kártyája az azt mondja, hogy az első lépés az, hogy felismerd ezt a helyzetet, a második pedig, hogy elengedd. Hogy megnézd, hogy hogyan tudod elengedni, hogyan tudod lezárni ezt a fajta szituációt. Ha sokáig ebben vagy benne, az ugye egy teljes megrekedt állapotot jelent. Tehát akkor aztán semmi nem tud változni, ami azt jelenti, hogy nem is tudod elérni azt, amit esetleg tervezel, amiről úgy érzed, hogy meg szeretnéd valósítani. Tehát mindenképp kell a lezárás, az elengedés, lehet az fájdalmas is egyébként, még akkor is, hogyha olyan szituációt zársz le vele, ami tudod, hogy nem jó neked, akkor is lehet benned egyfajta negatív érzelem, és ez nem is baj. Ezt át kell élni, aztán le kell zárni saját magadban, de utána tovább tudsz lépni. De hogyha ezen a folyamaton nem mész át, vagy ténylegesen nem lépsz annak irányába, hogy ez változzon, akkor viszont ugye az új sem tud jönni. Tehát akkor a terveket sem tudod megvalósítani, és hát sajnos akkor ugye benne maradsz egy olyan állapotban, ami egyáltalán nem jó a számodra. A szerelem témájában, mit üzennek a szerelem angyalai? Előző életbeli kapcsolat. Ez sokaknál jelentheti azt, hogy most szerelmi téren van olyan az életükben, aki vagy már voltak kapcsolatban, tehát visszatért egy régi kapcsolat, vagy hogyha nem is ebben az életükben, de már előző életükben találkoztak. Karmikus leckéjük van egymással, és így ez a három kártya az azt is mutathatja sokaknál, hogy le kell zárni azokat az előző kapcsolatokat, amik még lezáratlanok ahhoz, hogy tovább tudj lépni a szerelemben. Aztán azt is jelentheti, hogy olyan
problémát kell lezárni a kapcsolatban, ami ilyen helyzetbe tart, amit az akasztott ember lapja mutat, hogy függőségben tart, és ezt érdemes elengedni, mert addig nem tud olyan kapcsolat belépni az életedbe, amilyet szeretnél. Olyan is előfordulhat sokaknál, hogy volt egy kapcsolat az életetekben, és nem igazából zártátok le, valamiért vége lett, de nem lett kimondva, nem lett elengedve az a kapcsolat. Lehet, hogy ez évekkel korábban volt, és ez energetikailag is egy ilyen megrekedt állapotot tud hozni. Tehát akinek most esetleg még nincs párja, és szeretne, az nézzen rá arra, hogy volt-e olyan párkapcsolat, ami ilyen módon még nincs lezárva. Lehet, hogy ezt csak magadban nem tudtad még lezárni, te magad nem tudtad elengedni ezt a kapcsolatot, és akkor ezt egy önmunkával kell megtenni, nem a másiknak kell kimondani, nem kell azért találkozni a másik személlyel, hogy ezt most leüljetek egymásra, és kimondjátok, hogy itt vége. Ez mindig saját magadban kell lezárni azt a régi kapcsolatot. Aztán azt is jelentheti, hogy egy olyan kapcsolatban vagy megrekedve, ami már volt régen is, tehát lehet, hogy egy régi kapcsolat visszatért az életedbe, és lehet, hogy azt érzed is, hogy nem halad sem erre ez a kapcsolat, hogy ilyen megrekedt helyzetben vagy, és akkor is az a feladat, hogy ezt elengedd. Mert akkor tudsz csak ugye ilyen szabadon tovább lépni, ahogy itt látszik ez a tündérlány is, amikor megnyílik az új felé. És ez csak akkor lehet, hogyha már a régi nincs ott. És ehhez a napi segítő kártya, függőség nélkül kapcsolódom. Ez a kártya, ez azt jelenti, hogy így főleg ezzel a akasztott ember lapjával, ami erőteljesen ugye a függőségnek is alapja, hogy nézd meg azt, hogy a kapcsolataidban, itt most ez főleg a kapcsolatokra vonatkozik, úgy tűnik ez a kettes kártyacsomag, hogy a te most jelenlegi élethelyzetedben melyik kapcsolat az, ahol ilyenfajta függőséget élsz meg. És ugye itt van mellette az elengedés lapja, illetve az előző életbeli kapcsolat. Tehát ez valószínű, hogy sokaknál egy régi kapcsolatra vonatkozik, ahol még mindig függőségben érzed magad. Lehet, hogy ez már le is zárult ez a kapcsolat, vagy esetleg egy sevelese nélküle kapcsolatra is utalhat ez a kártya, ahol neked nagyon-nagyon fontos, hogy a függőséget el tud engedni. Nem csak a párkapcsolatra vonatkozhat természetesen. Ha neked most egy munkával kapcsolatos kérdés van a fejedben, hogy meg szeretnél valósítani valamit, mondjuk egy új munkahelyet, akkor is ezt a fajta függőséget kell elengedni. És akkor is ez a tanács, ugye, hogy függőség nélkül kapcsolódom, tehát a lehető legjobban feloldani azt, amivel úgy érzed, hogy te függsz attól a munkahelytől. És itt is a kulcs az elengedés, hogy hogyan tudod azt lezárni. Nagyon sokszor ugye a munkában például ott az anyagiak nagyon számottevően befolyásoló tényezők, de ott is mérlegelni kell, hogy mit ér meg neked az, hogy ilyen helyzetben vagy, hogy függőségben vagy. Mert ez azért egy stresszes szituáció, és hát túl sokáig van benne az ember, akkor azért annak jönnek a testi tünetei, jönnek akár a betegségek is, amit a stressz tud okozni, és hát nem biztos, hogy hosszú távon, még ha anyagilag úgy érzed, hogy függsz is, hogy benne kell maradni egy olyan helyzetbe, ami aztán csak a rosszat tudja hozni neked, akár egészségileg, vagy egy olyan ideges szorongást, olyan állapotot, ahol egyáltalán nem tudod élvezni azt, amit mondjuk a pénz nyújt, amit meg tudsz keresni ebben a helyzetben. Tehát mindig mérlegelni is kell ezt az akasztott embernél ezt a kártyát, hogy meddig érdemes benne maradni
az előny mi belőle, és hát mi az, ami pedig a hátránya, és aztán utána pedig, hogy hogy lehet ezt a részt elengedni, megszüntetni, lezárni, és akkor tudsz ugye tovább lépni, hogyha nincs benned már ez a fajta függő viszony. És itt meg kell nézni, hogy mi az, amihez túlságosan ragaszkodsz, vagy ki az az ember, akihez ragaszkodsz. És a ragaszkodás az mindig a függéshez vezet. A szeretetteli kapcsolódás az nem függés. Itt a csapdája is ennek, hogy azt hisszük, hogy a ragaszkodás az egy hatalmas szeretet, holott ez inkább a birtoklásról, a függőségről szól. És amikor félsz attól, hogy elveszítheted a másikat, vagy azt a helyzetet, például egy munkahelyet, vagy egy szituációt, akkor már nem is tudod élvezni annak a kapcsolódásnak a pozitív oldalát. És csak úgy tudsz önmagad lenni, hogyha meg tudod tapasztalni a függőségek nélküli kapcsolódást. Akkor nem kell eljátszanod azt a szerepet, hogy megfelelj a másiknak, hogy félelemből, szorongásból úgy viselkedj, ahogy azt ő szeretné látni, mert az nem te vagy, nem önmagad vagy. Akkor abban a pillanatban már át is adod a te boldogságodat más kezébe. És hogyha más kezében van a te boldogságod, akkor ezt el is veszítheted bármikor, mert azt kiadtad a kezedből. Tehát mindig a saját örömünk, az csak tőlünk függ. És a legnagyobb tanítás itt, hogyha kapcsolatokra nézve, hogy szabadon kapcsolódni a másikhoz, hogy félelem nélkül kapcsolódni, félelem nélkül szeretni, mert hogyha ott a félelem az elvesztéstől, akkor már nem tudod élvezni ezt a kapcsolódást. Ez volt a második kártyacsomag. Nektek is nagyon szép teremtéseket kívánok, így az új hold kapcsán, és köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor megnézzük a harmadikat. Csillaglapja. Hát a teremtések kapcsán ez a kártya, ez jobb nem is lehetne, ez az álmok, a vágyak, a reményeknek a lapja. Védőkártya a taró kártyában azt jelenti, hogy amit éppen kérdeztünk, a szerencsés csillagzat alatt áll, ott a szerencse csillag, és látszik, hogy ez a lány, ez valamiféle áldozatot hoz éppen, de teljes mértékben átéli azt a helyzetet, amit majd szeretne látni az életében, be van hunyva a szeme, befelé figyel, és hát mesztelen megmutatja magát, nincs neki semmiféle titkolni valója, és az is látszik rajta, hogy teljesen ráhangolódik az álmára, a vágyára. Ez a kártya, ez azt jelenti, hogy nézz rá arra, hogy mi az igazi lelked mélyéből fakadó vágy és cél a te életedben. A tervezés az nagyon lényeges ilyenkor, de olyan módon, ami igazából olyan belülről fakad, tehát ami a lelked mélyéből a te életcélod. A kiteljesedett szeretetet is mutatja, és ez jelezheti azt nagyon sokaknál, hogy a szerelemnek a megvalósítása, hogy az elköteleződés is most téma lehet az életetekben sokaknál. Mindig feladata ennek a kártyának, hogy amit elterveztél, nézz rá arra, hogy az igazából a te célod-e. Nagyon sokszor van olyan, hogy nem is a saját céljainkért dolgozunk, hanem azért, mert meg akarunk felelni, azért, mert meg akarjuk mutatni, hogy képesek vagyunk rá. Nagyon sokszor csak családi hagyományok alapján csinálunk valamit, ami nem is igazán a mi célunk, hanem a családé volt már régóta. Sokszor ilyen öröklődő foglalkozások szoktak ezek lenni, amikor apáról fiúra, anyáról lányra megy tovább egy-egy foglalkozás, és valahogy automatikus a dolog. És most érdemes arra ránézni, hogy amit eddig csináltál, amiért eddig dolgoztál, vagy terveztél, hogy az tényleg
szíved szerinti-e. Mert ennél ugye az érzelmek nagyon befolyásolók. Itt azokat a célokat, vágyakat szimbolizálja ez a kártya, ami tényleg a lelked mélyéről a tiéd. És hogyha erre ránézel, azért tudni fogod, hogy amit elterveztél, mert ott óriási motiváció van, és biztos, hogy tenni kell érte. Mindig azt jelenti, hogy valami áldozatot kell hozni, de ez mindig eltörpül annak a nagysága mellett, amikor annak az örömét átéled, hogy el tudod érni ezt a célt. Aztán ez a kártya azt is tanácsolja, hogy mindig minden cselekedet előtt nézd meg, hogy az közelebb visz-e ehhez a vágyott célhoz, vagy eltávolít tőle. Sokszor, mint a kifogások, hogy ezt még meg kell tennem, azt még meg kell tanulnom, mielőtt ahhoz hozzákezdenék, hogy ezt a fő célt, ezt a nagy célt elkezdjem megvalósítani. És van, amikor kell hozzá az a kitérő, de van, amikor ez csak ilyen halogatás, tologatás, hogy még nem merem teljesen felvállalni. Tehát minden cselekedet előtt nézd meg, hogy ez most, ha megteszem, az közelebb visz a célhoz, vagy távolít tőle. És akkor már el is tudod dönteni, hogy azt éppen meg kell tenned. A tündérek üzenete, önállóság. Na, ebben is ugye benne van az, hogy azt megnézni, hogy ez tényleg a tiéd. Tehát, hogy ez ebben önállóan te döntesz. Ez a magabiztosság is benne van, illetve az önbizalom kérdése is benne van, hiszen akkor tudunk önállóak lenni, hogyha egyrészt nem adjuk ki az irányítást a kezünkből, másrészt pedig megvan bennünk ez a kellő magabiztosság és önbizalom. Tehát itt ennek a kártyának az üzenete, hogy fejleszd magadban ezeket a tulajdonságokat, tehát az önbizalmat, az önértékelést, mert sokszor ugye azért nem tudunk előrelépni egy ilyen tervnek a megvalósításában, mert azt hisszük, hogy ehhez nem vagyunk elegek. Ugye az önállóság az, amikor saját magunk tudunk valamit meglépni, megteremteni. Tehát ez, hogyha úgy érzed, hogy benned kevés, akkor fejleszd magadban. Erre mindenféle technika is jó lehet, akár a meditáció, de mindenki megtalálhatja az, ami neki a legmegfelelőbb, és az is hozzá tud tenni ahhoz, hogy a céljaid felé menj. Aztán ez még azt is jelentheti, hogyha valakinek munkával kapcsolatos kérdése volt, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy önállóan, tehát nem mint alkalmazott például, vagy nem csapatmunkában, hanem váltani, és olyan munkát, olyan feladatot vállalni, ahol önállóan tudsz dolgozni, ahol te határozod meg a célokat, az álmokat, és aztán azt te fogod megvalósítani. Hát ezt is jelezheti ez a kártya. Aztán azt is, hogy nem másokkal együtt kell tervezned. Most csak saját magadra hagyatkozz, mert senki más nem tudhatja, hogy neked mi lesz a legjobb. Csak te magad tudod meghatározni most ebben a helyzetben, hogy mi az, amerre érdemes menned, melyik az az út, amit érdemes választanod. Tehát ez valamiféle befelé fordulást is jelent a csillaglapja, hogy látszik is, hogy ez a lány is behuny szemmel van, és csak az érzéseire figyel, a megérzéseire, és hát ez az önállóság kártyájával is azt üzenik a tündérek, hogy csak saját magadra figyelj. Tehát most nem kell megbeszélni a terveket senkivel, nem kell még elmondani senkinek, hogy mit tervezel, amíg te saját magad tisztában nem jössz vele. A szerelem angyalainak az üzenete, hát itt kapcsolati kérdésekben a bizalom lapja jött ki. Azt kell megnézni, akinek van párkapcsolata, hogy mennyire tudtok bízni egymásban. Mennyire van jelen a párkapcsolatodban a bizalom, és hogyha nincs, akkor annak mi lehet az oka? Hogyan lehet azt meggyógyítani, azt a helyzetet, ahol nincs benned bizalom,
Illetve itt az önállóság kapcsán ez azt is jelentheti sokaknak, hogy bízni tudsz-e abban, hogy közösen tudtok elérni valamit. Mert itt ez jelezheti azt, hogy úgy érezheted, hogy rajtad múlik minden. És egy kapcsolatban azért két ember van, tehát ott mind a kettőnek kell tenni azért, hogy valami jó tudjon elindulni, hogyha itt most a tervezésről beszélünk, vagy pedig ugye, hogy kialakuljon az a fajta bizalom, hogy együtt tudtok tovább lépni, együtt tudtok tovább haladni. Akinek nincs még párkapcsolata, annak arra érdemes ránézni, hogy mennyire bízol abban, hogy egy párkapcsolat az jó lehet. Sokaknak az önállóságot kell föladni ahhoz, hogy ugye egy párkapcsolat létre tudjon jönni. Hát ugye, amikor már belép egy társ az életünkbe, akkor tulajdonképp minden megváltozik. Tehát az addig megszokott helyzet az átalakul, és hát ehhez azért ugye van, amit például föl kell adni az előző életből. Na most itt azt érdemes megnézni, hogyha nincs bizalom az iránt, hogy ez jó lehet, és ez neked igazából jól sikerülhet, ez a teremtés, mert hogy eddig önálló voltál, és mindent te intéztél, te vezetted a te saját életedet, hát akkor most azt kell megnézni, hogy vajon miért nem tudsz abba bízni, hogy ez ilyen, mint az álmok úgy tudnak megvalósulni, hogyha létrejön ez a párkapcsolat. Tehát valamilyen érzés, valamiféle bizalmatlanság lehet benned a párkapcsolattal összefüggésben. Ez nagyon sokszor a régi dolgokat tudja jelképezni. Azokat a dolgokat, amik megtörténtek esetleg az előző kapcsolatokban, és hát ilyen nyomot hagynak, ugye, hogy nincs olyan bizalom már abban, hogy jól alakulhatnak a dolgok, hogy kialakulhat egy szép párkapcsolat. Tehát itt a hitről is szó van, hogy mennyire hiszel abban, hogy jó lehet. Ha itt most egy új szerelemnek a kialakításáról van szó, hogy érdemes-e föladni az önállóságodat, meg mennyit érdemes föladni a mostani helyzetből, mert hát kompromisszumra mindig szükség van mind a két részről ahhoz, hogy egy új elinduljon. És ehhez a napi segítőkártya a mindig kapok jeleket. Ezzel azt üzenik az égiek, hogy figyelj oda az érkező információkra. Ez bármiféle módon a tudomásodra juthat, ez lehet egy felirat, lehet egy zeneszám, lehet egy olyan mondat, amit egy beszélgetésből kihallasz éppen, és azt tud segíteni, hogy ennek a vágyott célnak, amit a csillaglapja mutat, hogy azt meg tud valósítani. Kifejezetten érdemes is jeleket kérni. A jelek azok általában ismétlődőek, nem lehet szinte nem észrevenni, ismétlődő számok, vagy zeneszámok, vagy ismétlődő helyzetek, és általában olyankor rögtön jön a felismerés, hogy ez neked szólt, ez a jel. És utána pedig, hogyha rájössz erre, vagy megerősítést kapsz, akkor már tudod, hogy jó felé mész, vagy pont arra kapsz megerősítést, hogy ezt most nem így kellett volna, és akkor viszont ugye már érdemes úgy lépni a továbbiakban, ahogy azt a jelet küldik neked. Tehát nem csak megkapni a jelet magyarul, hanem utána pedig az irányba is menni, tehát alkalmazni is, amit kapsz jelet. Ezek a jelek lehetnek tárgyak is egyébként. Az angyalok üzenete leggyakrabban ugye a tollak olyan helyen, ahol nem is lehetnének, vagy pénzérmék, vagy olyan tárgy,
ami kétséged nincs afelől, hogy ez neked szól, és ez egy igazi jel. Ehhez azért figyelned kell a történéseket, ehhez azért nyitottnak kell lenni arra, hogy észre is tud venni azokat a jeleket, amik érkeznek hozzád. Tehát nem csak kérni kell a jeleket, hanem aztán észrevenni. És nem csak észrevenni, hanem aztán olvasni is tudni kell ezekből a jelekből, és aztán utána pedig hasznosítani is ezeket a jeleket, és bízni is benne, mert az önállóság kártyájában azért ugye a negatív oldala az, hogy mindent saját magad akarsz megoldani, de hogyha érkeznek ezek a jelek, amiket észre tudsz venni, akkor azok nagyon sokat tudnak segíteni. Ez volt a harmadik kártyacsomag. Nektek is csodaszép teremtéseket kívánok, és köszönöm szépen a figyelmet!